Az országban folyamatosan újabb és újabb éttermek nyílnak. Azonban állítólag se szakácsokat, se pincéreket nem lehet találni Magyarországon. A vendéglátásban elterjedt hírek a szakemberek elvándorlására vezeti vissza a szakmai munkaerőhiányt. A KSH adatai szerint a vendéglátáshoz kapcsolódó foglalkozásokból léptek ki a legnagyobb arányban a külföldi munkavállalás miatt. 2011 és 2016 között a szakácsok, pincérek elvándorlásának aránya évente közel 5% volt. Valóban igaz a hír, egyre nehezebb szakember találni bármilyen pozícióra. Mi azon vagyunk rajta, mint a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, hogy azoknak a gyerekeknek, akik pályaválasztás előtt vannak, ők nekik fölnyissuk a tekintetüket, ajánljuk a vendéglátást, ajánljuk a gasztronómiát. Egyébként nagyon keresett szakma, szakács szakma, így visszatérve az előző kérdésre. A világsikerek, amelyet a Vax Globális Év Challenge versenyek jelentenek Magyarországnak, vagy a cukrász versenyek, vagy éppen a Bocuse d'Or, mint egy másik kategória, amely a fine diningot foglalja magába, vagy éppen a közétkeztetési szakmai versenyek. Ezek mind-mind arra hivatottak, és azért is egy nagyon jó, hogy a televízió, a média visszhangjában vannak, hogy azok a gyerekek, akik még nem döntötték el, hogy milyen szakterületet, milyen szakmát választanak, talán pont éppen miatt a szakács szakmát fogják választani. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetséget már 4 éve foglalkoztatja annak a problémának a feltárása és megoldása, hogy a fiatalok már pályájuk elején miért ábrándulnak ki és hagyják el a szakmát. Kérném szépen a társszervezeteknek, vagy éppen a minisztériumnak, a kamaráknak a segítségét abba, hogy azokat a fiatalokat, akik szakács képzésre adják a fejüket, vagy felszolgáló képzésre adják a fejüket, olyan minőségi éttermekben, szállodákban helyezzék el, vagy próbálják elhelyezni, ahol tényleg a mai magyar konyha a 21. századi konyhának a megfelelőjével találkoznak, vagy éppen a közétkeztetésben a legmodernebb eszközökkel tudnak dolgozni, ugyanis ezek a gyerekek kijönnek az iskolapadból, becsöppennek a munkavilágába, és egy hónap múlva azt tudatosítják önmagukba, és ezért hagyják el a szakmát, nem tudjuk bekapcsolni a gépeket, nem értünk a modern technológiájához, a technológiai leírásokhoz, nem értjük a receptúrákat, hogy mi miért történik. Itt egy óriási változásra van szükség, amely elindult. A szakemberek szerint csökkentheti a munkaerőhiányt a vendéglátásban, és segítheti a fizetések további emelkedését a januártól életbe lépett újabb áfacsökkentés is.